Na kérem szépen, az a helyzet, hogy gondolkodtam az, hogy egyáltalán leveszem a szemüveget, mert ugye mégiscsak szemtől szemben a Gino család, meg minden. Na, tehát az, hogy gondolkodtam az, hogy egyáltalán beszéljünk erről. Nem akarok, én nem ezért megyek a ringre. Sem minőség ellenőr nem vagyok, senki vagyok. Egyszerűen oda megyek, mert ezt a hűtőmágnes köröket ki akartam rakni, és talán ennyi. De a múltkori Zemplén-iről meg volt a véleményünk. Nem is kell ragozni, írtak vissza nekünk, vagy nekem, és akkor megkérdezték, hogy mi az, ami gáz volt. Hát elmondtam, hogy mi volt a gáz. Azt hittük, hogy nincs lejjebb, ugye ott csak három szó, négy szó. Ugye nem volt víz, kút, közkútról ment az egész. Sárból totyorogva, 30-40 ember állt a kutaknál, mindegy. Amikor odaértem, nem volt, szegényes volt ott egy dolog. Jó, megbeszéltük, elküldtem nekik, gondoltam reagálnak rá. Hát gyerekek, ez most, honnan jövök vissza? Zselic? Azt sem tudom már honnan jövök. Gondolkodtam, hogy egyáltalán mondom, ez legyen el. Nincs jogköröm erre, és egyáltalán is. Csak leültünk beszélni, és fog látszolni, amikor leültünk egy asztalnál beszélgetni ott többen. Kimondta a srác azt, amit nem akarunk, amit el kéne kerülni. Azt mondta a srác, hogy amit én is, csak azért jövök ezen végig, mert a kört ki akarom rakni. És most kellene megfogni az embereket, hogy ez egy jó móka, jó buli. Na most kimondta ott a kolléga, hogy nem fog jönni többet. Kirakja ezt a kört, és nem fog jönni többet. Nincs motiváló erő, nincs benne semmi. Hát, na ugyanezt mondtam én is. Csak azért jövök, hogy ezt a kört kirakjam a hűtőmágnest, és kész. Gyerekek, három frissítőpont volt. Ez egy dolog, hogy többen oda se találtak a frissítőpontokra. Tehát az egy dolog, hogy a Murvára mondta, ott a Kriszti mondta, hogy a Murvára volt felfújva a zöld festék, de elment a ring, és elfordult az egész. Én teljesen eltévedtem, én a itiner szerint mentem, amit olvastam, hogy ez a pont, az a pont. Valószínűleg kevesebbet is mentem, mert szerintem elég hamar beérkeztem. Vállalom, nincsen ebben semmi. Nem rajtam múlott. De két frissítőponton álltam meg, benne lesz a videóban. Hát, ne basszálj a kurva élet, meleg csapvíz volt. Kérdeztem a lányokat, olyan aranyosak voltak, mondom, egy banán, vagy semmi nem volt. Semmi nem volt, egy csoki, vagy valami. Hogy vigyek magammal, 41 fokot mutatott a hőmérőm. Készülhettek volna arra a szervezők, hisz mondták, hogy kánikula van. Kiküldtek megint mindenkit kánikulába, ide, és lófasz nem volt. Lófasz nem volt. Nincs gond, csak mondják azt, hogy gyerekek, nincs frissítőpont. Akkor fölcsapok két kulacsot, termoszost, meg ilyenek. Tehát akkor megoldom. Akkor megoldom ezt a kérdést. De nem erre készültünk. Mondom, lesz banán, minden, vittem a kulacs vizemet. Presszokba ment be, ezt oda szoktátok írni, meg írjátok is oda, kíváncsi vagyok, hogy én vagyok menstruációs görbe most, vagy ez, de ott, akivel beszéltük 6-10 emberre, ugyanez volt. Semmi nem volt. Tehát egyszerűen katasztrófa. Mindenki kocsmát keresett, csapot keresett, végünk volt. Végünk volt. Valószínűleg nekem az élet végem, mert nekem teljesen vége lett. Tehát engem két nagyon jó fej kolléga tolt fel az utolsó lejtőn, nem akartak ott hagyni. Nem szégyellem, nincs ebben semmi, itt vagyok, vállalom, elindom, bebatyogtam volna azon az utolsó emelkedő basszus, engem az teljesen megevett. Libabőrös voltam, teljesen én végkimerősben voltam. Ez a M7-es. Ez a 40 fok, ez teljesen megfogott. Nincs ebben semmi. Jó, de ez, beültünk velük, hát velük ültem be. Sörözni beültünk, meg jégkrémezni. Muszáj volt, mert egyszerűen kigyulladtunk. Én úgy gondoltam, én úgy gondolom ezt, hogyha én szervezek egy ilyet, akkor van hűtőláda, ugye itt van egy hálózat, 10.000 forint életen egy használt szar hűtő, van egy csomó környéken lakó, akkor fogom, egy családi ház előtt csinálom meg ezt, akit ott ismerek, aki ott lakik, adok neki 1.000 forint villanyszámlát, és akkor bedugom a hűtőt, és ezt úgy csinálom, én így csináltam volna meg. De nincsen semmi gond, ha nem tudják megszervezni, akkor szóljanak nekünk. De ez a
én gondolom, hogy ez valami állami pénzt is kap, tehát ez nem csak így megy. Újra mondtam, többen ott mondtuk. Kérjenek 1000 forinttal többet. Gondunk 1000 forinttal többet. Az a szerencséjük, hogy oltári jó arcok vannak. Ez a videókon látszódik, hatalmas csapat verődött össze. Ha ezt most nem fogják össze, ez el fog kallogni. Nem lesz, ami összetartja ezt. Nem lesz. Nem lesz ilyen. Nincs esély, nem lesz még egy. Én sem fogok elmenni. Mi a tökömnek utazok? 5 órát utaztam azért, hogy megdögöljek. És nem abba döglöttem, hanem abba, hogy a frissítő pont így megállt, és a kislányokat kérdezem, merre kell menni. Azt mondja, hát nem tudjuk, talán meg kell kerülni a tavat, vagy valami. Semmi extra. A másik lánynál ott volt, kancsóba volt, nyitott kancsóba a csapvíz. Mit kérsz, csapvizet vagy? Izotóniás italt. Mondom, izotóniás italt, hogy valami íze legyen, valami legyen benne. Erre nyomom bele, se bűze nincs. Csak a klórvizet lehetett érezni, hogy bent töltik meg ezt, és ott beleadomnak egy akármi tablettát, vagy valami. És akkor mondom neki, hogy ne arra úgy mondom, tudnál adni bele még ilyen kapszulát? Nézi? Nem lehet, ki van számolva. Ki van számolva? Gyerekek, ez szerintem... Ugye az MP-re jutva, hogy ez kritikán aluli volt, az idő, hogy nincs lejjebb, de ez... Oké, ajándékzacskóba kaptunk sajtot, szalámit, fánk 3 vagy 4 darab fánkot. Oké. De... Basszus kulcs. Nem 5000 ember indul. Mennyien voltak itt? 200-an? 200-an? 200 jégkrémet kellett volna venni, abból, amit befizetni. Kezet csókoltuk volna, halljátok, hogyha csapvizet beengedtek volna előre, és berakják ebbe a hűtőbe. És akkor onnan lehetett volna egy mitől kivezetni, és akkor 10 perc alatt 40 fokos volt az innivaló vízünk. 10 perc alatt. Hány ingere volt az embereknek a víztől már? Mert nem lehet. Teljesen. Ott is volt kollega látszódik, ő is velem battyogott már föl. Persze voltak olyan, akiket úgy nem viselt meg, de aki letekerte, az is kihajlott. Én rohadt keménynek tartom magam, meg van arcom hozzá, de engem ez most, én ilyet nem is tudom, mikor éreztem. Teljesen széthullottam a végére. Nem is gondolom a melegtől, nem tudom, hogy mitől. A Pilisringen letekertem 116 kilométert, 1800 szintet. 15 kilós trekkingemmel a Big Nine-nal. Azzal letekertem. Erre itt, ez a 100 kilométer, 1000 akárnyos szint úgy megfogott, gondolom azért van, hogy a meleg miatt, hogy de nem ettől semmi baj, de mondom, a végén megálltunk már. Tehát gyerekek, ha az a cél, hogy jövőre ne menjenek el az emberek, akkor ez így lesz. Nem nagyon értem. Nem tudom, hogy ki ez a szervezőbrigád, nem is értem ezt. De ha az a célunk, hogy így leamortizáljuk az egészet, akkor hajrá. Csak nagyon sajnálom, hogy utána ezt a csapatot nem fogjátok tudni összerakni. Nem fogjátok tudni összerakni többet. Még van 2 esély megfogni. Volt egy lány, az most volt először. Ő azt mondta, hogy hát ő szokott magával hozni, mert ő talán versenyező, ami értem, mondom, nincs ezzel gond, de mi nem, tehát mi igazi ringesek vagyunk, mi sokszor csak a buli miatt megyünk. Tehát azért megyünk a buli miatt. Na mindegy, el kell dönteni. Nagyon gondolkodtam, hogy egyáltalán beszéljünk erről, vagy legyen itt valami móka, de ez... Nem is tudok erre mit mondani. Én 3-szor tévedtem el személy szerint, gondolom majd, nem bánom odaírnátok kommentbe majd azért, hogy mi a pálya ezzel, mert szerintem borzasztó volt. Esküszöm, olyan szinten kompenzálja az emberi szeretet, a természet, az, hogy mi vagyunk, hogy még ez sem tudja elvenni ezt a kedvet, hogy nem menjünk a következő, amit... Még mindig van esély arra, hogy megfogjátok, mert a Börzsönyring az egy híres neves volt, és az indít, tehát olyan büszkén kiraktátok, hogy 1400-an voltunk. Persze, mert jó volt. Jó volt a tavaly is, jó volt a tavaly előtt is, és azt hittük, hogy ti fölépítetek valamit. De ez nem fölépítve van. Mondom, nincs semmi baj, csak ne baromság legyen, hogy frissítő pont. Hát gyerekek, hát 200 embernek én többet tudok adni a kicsi pénzemből frissítő pontot, mint egy csapvíz. De akkor veszek 200 fagyit. Kabaré, jó? És van használt hűtő is, lehet szerezni. És meg lehetne beszélni ott, hogy egy kollektort kivezetünk egy áron. Mindent meg lehetne oldani, csak akarni kell. Ezt mondtam az előzőn is. El kell dönteni. Többen nem mondom, nem ismétlem magam. Nem is tudom. Na, alig várom, hogy meglegyen a videó, mert rohadt jó arcok voltak. Jó, nagy csapat. Oltári kollektíva. Itt hatalmas, hát jó fejek. Vannak közös trécselések már a más oldalakon is. És nagyon jó arcok.
és a két kollégának valaki föltolt egy részén, csak mondtam, hogy menjetek, mert nekem gyalogolnom kell, mert ha tolnak, akkor is elkezdek pörögni. És az se jó. Mert az is kiköpöm magam. Szóval nagyon jó volt, nagyon nagy volt. De hajrá! Készül majd a videó, hajrá!